Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, a mi Urunk Jézus Krisztustól, a Szentlélek közösségében. Amen. Pünkösd első napi Isten tiszteletünket a 189. dicséret éneklésével kezdjük meg. A 189. dicséret így kezdődik: E pünkösd ünnepében, e pünkösd ünnepében zeng nyelvünk dicséreti. Folytassuk Isten tiszteletünket a 370. dicséret első és második verse éneklésével. A 370. dicséret első két versét énekeljük, az első vers így kezdődik: Jövel, Szentlélek, Úristen, töltsd be szíveinket éppen. Mondva így, éveket jön.
Ünnepi Isten tiszteletünk megszentelése, megáldása jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök, igaz Isten. Amen. Hallgassuk meg Isten igéjét, a pünkösdi történetet, az apostolok cselekedeteiről írott könyv második részének, első versétől a 8. verséig terjedő szakaszból és a 11. versből. Amikor pedig eljött a pünkösd napja, és mindnyájan együtt voltak ugyanazon a helyen, hirtelen hatalmas szélrohamhoz hasonló zúgás támadt az égből, amely betöltötte az egész házat, ahol ültek. Majd valamilyen lángnyelvek jelentek meg előttük, amelyek szétoszlottak, és leszálltak mindegyikükre. Mindnyájan megteltek Szentlélekkel, és különféle nyelveken kezdtek beszélni, úgy, ahogyan a lélek adta nekik, hogy szóljanak. Sok kegyes zsidó férfi élt akkor Jeruzsálemben, akik a föld minden nemzete közül jöttek. Amikor ez a zúgás támadt, összefutott a sokaság és zavar támadt, mert mindenki a maga nyelvén hallotta őket beszélni. Megdöbbentek és csodálkozva mondták, ime, akik beszélnek, nem valamennyien Galileából valók-e? Akkor hogyan hallhatja őket mindegyikünk a maga anyanyelvén? Halljuk, amint a mi nyelvünkön beszélnek az Isten felséges dolgairól. A kegyelem Istene áldja és szentelje meg a meghallgatott és befogadott ígét, válaszoljunk Isten megszólító szavára, emeljük fel szívünket, hajtsuk meg fejünket, imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, mennyei édesatyánk az Úr Jézus Krisztus által. Hódolattal hajtunk fejet, megtartó kegyelmed előtt, mellyel gondot viselsz rólunk és az egész teremtett világról. Áldunk azért, hogy mindezt teremtő és újjáteremtő lelked által viszed ma is véghez. Köszönjük, hogy ünnepet szentelhetünk a hétköznapok sorában, amikor hálás szívvel rácsodálkozhatunk felséges tetteidre, amelyeket megmentésünk érdekében tettél és cselekszel ma is. Hálát adunk pünkös csodájáért, azért, hogy szent lelkedet bőségesen kiárasztottad az enélkül félelmek és kilátástalanságok között élő tanítványokra. S külön köszönjük, hogy lelked azóta is munkálkodik az Anyaszentegyház életében, és azon belül mindazok életében, akik készek megnyitni szívüket és értelmüket előtted. Kérünk, Urunk, tedd kézzel foghatóvá számunkra is szent lelked erejét és ajándékait, hogy ezáltal még inkább tudj használni bennünket a tőled kapott feladataink és a te dicsőségedre végzett szolgálataink során. Így áld és szenteld meg ünnepi Isten tiszteletünket, úrvacsorai közösségünket, egyszülött fiadért, az Úr Jézus Krisztusért kérünk, hallgasd meg imádságunkat. Amen. Isten igényének hallgatására készítve szívünket, énekeljük a 463. dicséret első versét. A 463. ének első verse így kezdődik, Isten élő lelke, jöjj,
áldva szállj le rám. Istenek szent igéje, amelynek alapján az ő szent lelke segítségű hívásával szólni kívánok hozzátok ez ünnepi órában, írva található a már felolvasott ige szakaszon túl az apostolok cselekedeteiről írott könyv 9. részének első 6 versében, valamint a 17. versben. Saul pedig az Úr tanítványai elleni fenyegetéstől és öldökléstől lihegve elment a főpaphoz, és leveleket kért tőle Damaszkuszba a zsinagógákhoz, hogyha talál olyanokat, akik az Úr útjának követői, akár férfiakat, akár nőket, megkötözve vihesse azokat Jeruzsálembe. Útközben azonban, amikor éppen Damaszkuszhoz közeledett, hirtelen mennyei fény ragyogott fel körülötte, és amint a földre esett, hallotta, hogy egy hang így szólt hozzá: Saul, Saul, miért üldözöl engem? Ő pedig megkérdezte: ki vagy, Uram? Ő így válaszolt: én vagyok Jézus, akit te üldözöl. De kelj fel, menj be a városba, és ott megmondják neked, mit kell tenned. Anániás pedig elment, és bement abba a házba, rátette a kezét, és ezt mondta: testvérem Saul, az Úr, az a Jézus, aki megjelent neked az úton, amelyen jöttél, azért küldött engem, hogy újra láss, és megtelj szent lélekkel. Eddig Istennek írott igéje. Ünneplő gyülekezet, szeretett testvéreim! Valahányszor a szent lélek kiáradásának a történetéről hallunk, olvasunk a Bibliában, hangsúlyossá válik az az egyáltalán nem elhanyagolható körülmény, hogy Isten éppen akkor árasztotta ki a lelkét az apostolokra, amikor ők együtt voltak, egy akarattal, ugyanazon a helyen. Ráadásul mindezt nem is a maguk elhatározásából tették, hanem Uruk parancsára, aki mennybe menetelekor a lelkükre kötötte: ne távozzatok el Jeruzsálemből, hanem várjátok meg az Atya ígéretét, amelyről hallottátok tőlem, hogy János vízzel keresztelt, ti pedig nem sokára szent lélekkel kereszteltettek meg. Ennek a fontos lelki útmutatásnak a lényege tehát az volt, hogy együtt várakozzanak mindaddig, amíg el nem jön hozzájuk a vigasztalás lelke. Mindezek fényében az első pünkösd jeruzsálemi eseménysorra arról győz meg bennünket, hogy a mennyei erő ott töltetik ki és viszi véghez megújító csodáit, ahol az emberek együtt, egy akarattal tudnak várni Isten ígéreteinek a beteljesedésére. De lehet-e pünkösd másként is az életünkben, kérdezhetnénk. A Szentírás egyértelmű igennel válaszol erre a kérdésre. Az utóbb felolvasott igénk is arról tesz bizonyságot, hogy a lélek ura olykor-olykor kegyelmes kivételt tesz a tévúton járó emberrel,
és az egyszemélyes bűnkösd ajándékával lepi meg egyébként érdemtelen életét. De lássuk, miként is lehetséges ez. Az imént a Szentírás lapjairól olyan valakiről hallottunk, olvastunk, aki a Bibliát ismerő ember számára egyáltalán nem ismeretlen. Saul büszke arra, hogy az atyák hitének hordozója, és neve azonos Izrael első királyának a nevével. Az atyák hagyományának megőrzését sem akárkitől tanulta, hanem Jeruzsálem legnevesebb írásmagyarázójától, Gamálieltől. Saul életének lényegét ma így összegezhetnénk, ő ott és akkor az Úrnak tegnapban munkálkodó, tehát a múltban élő szolgája volt. Miközben atyái hitének rabja, homályossá vált lelki látásával, nem ismeri föl, hogy ez a szabadító Úr a jelenben is cselekvő Isten, és már egyre többen vannak körülötte olyanok, akik meglátták és felismerték a Názáretinek nevezett Jézusban a jelen világban is csodálatosan munkálkodó Urat. Saul életének nagy tévedése, hogy a vaksága miatt hadat indít, és tűzzel vassal küzd mindazok ellen, akik a keresztre feszített Úrban és annak feltámadásában Isten szabadító kegyelmét ismerik fel és hirdetik mások számára. Ahogyan a Biblia jellemzi Saul elvakult állapotát, miszerint fenyegetéstől és öldökléstől lihegve kér levelet, megbízó levelet a damaszkuszi keresztjének összefogására, biztonsággal állítható semmi esélye annak, hogy ez a vakbuzgó írástudó tanítvány valaha is a tisztánlátás gyermeke legyen. Sajnos ez az elvakult állapot ma is akadályozó tényező sok ember számára, olykor még számunkra is, az igazi látás elnyerésére. Gondoljunk csak bele, kitaposott, jól bejáratott életutakon futnak napjaink. Szokásaink, mint láthatatlan, de mégis szorosan ránk fonódó bilincsekként naponta meggátolnak abban, hogy új lelki látás birtokosaiként magasba tekintő szívvel folytassuk az esetlegesen korábban zátonyra futott életünket. És mindaddig, amíg ragaszkodunk megszokásainkhoz, kevés az esély az igazi, mindent mássá tenni képes változásra. Amíg csak magunkra tekintünk, addig az elérhetetlennek tűnő ábránd marad. Bizonyára sokan vannak ma is ezen az ünnepen, akik még csak esélyt sem adnak maguknak bárminémű változásra a saját életükre nézve. Hasonlóak Saulhoz, aki szintén nem ad esélyt magának, hiszen Damaszkusz felé tart, hogy ott is bilincsbe verje azokat, akik lélekben már szabadok. És ekkor történik az, amit bátran nevezhetünk Saul életében pünkösdi csodának, Isten különös kegyelmi ajándékának. Mert amikor az ember a legbiztosabb a dolgában, s a jelek is azt mutatják, hogy ura és kovácsa a saját sorsának, akkor lép közbe a fel nem ismert Úr, és teszi egyértelművé a magabiztos ember, így Saul, de bármelyikünk életében, hogy a döntő szó mégiscsak az övé. Övé az élet urája. Saul története jól ismert, 3 hete magam is prédikáltam róla. Saul a számon kérő isteni szóra erejét vesztve hull a porba, s felteszi élete legfontosabb kérdését, amit minden eddigi tudománya és igyekezete ellenére magától még soha nem tett föl: Uram, mit kívánsz, hogy cselekedjem? És ez a kérdés szó szerint megegyezik azzal a kérdéssel, amit a pünkösdi lélek kiáradása és az ezt követő apostoli bizonyság tétel után a megdöbbent jeruzsálemiek kérdeznek: mit cselekedjünk, atyám fiai, férfiak? De ahhoz, hogy ez a kérdés elhangzon, ma is az kell, hogy Isten a személyes pünkösdünket előkészítő nagy beavatkozása során nekünk is az utunkba álljon, a porba sújtson, hogy arra kényszerítsen, hogy tanástalanná válva
belássuk, hogy mi nem tudjuk a megoldást a folytatásra, és ugyanazt kérdezzük, amit Saul kérdez, mit kell ezután cselekednem. Akkor ő sem gondolta, és bizonyára mi sem gondoljuk, hogy ez már a pünkösdi lélek vételének, Istentől számunkra előkészített kegyelmes mozzanata, mert valójában ez a kérdés elengedhetetlen az eredményes folytatáshoz. Mindez ugyanakkor nem áll ellentétben azzal az útbaigazítással, amit a Jézustól búcsúzó tanítványok kaptak, hogy együtt várjátok meg a lélek ajándékát. Egyszerűen arról van szó Saul esetében, hogy itt és most a térdre kényszerített Saul is személyre szabott isteni eligazítást kap. Menj be Damaszkuszba, immár nem mint győző, hanem mint legyőzött, s várd meg, hogy életedet tovább formáljam. És mit tehet az Isten által legyőzött ember? Azt, amit Saul. Elismeri vereségét urával szemben, s mint testileg, lelkileg vezetése szoruló nyomorult lélek, hagyja magát vitetni Damaszkusz egyenes utcája, és egyben az Isten megújító kegyelme felé. Kedves testvérek, akkor van esélyünk a pünkösdi lélek újjászülő erejében részesedni, ha a lefegyverzett Saul módjára engedjük, hogy Isten határozza meg további útirányunkat, és mindazt, ami javunkra szolgál. Ne essünk azért kétségbe életutunk során, ha olykor-olykor legyőzetünk, mert ez a vereség jele lehet Isten hamarosan érkező pünkösdjének, lelke győzelmének életünk felett. A lelki megújulás felé haladó ember életében mindig történik valami szemmel látható, kézzel fogható. Ez Saul történetéből is tisztán kiviláglik. Ott kuporog Saul az egyenes utca egyik házának szobájában. Nem lát, mert megvakult. Ételt sem vesz magához, testében, lelkében tehetetlen. Olyan, mint a szülői gondoskodásra ítélt gyermek, aki enélkül könnyen a halál közelségébe kerülne. De egyszer csak léptek zaja hallatszik, kinyílik az ajtó, s belép rajta Anániás, az Úr által küldött tanítvány. Testi közelségbe kerül a legyőzött ember azzal, aki a feltámadott Úrnak szolgája és szószólója. Sokszor egyetlen szó, nem várt megszólítás is világokat dönt le bennünk, s épít fel valami egészen mást, valami újat. Azt mondja Anániás, atyám fia, azaz testvérem. Ugyancsak elgondolkoznánk, ha mondjuk holnap reggel régi ellenlábasunk, haragosunk, vagy éppen a minket messze elkerülő szomszédunk azt mondaná nekünk, testvérem. Így csak azt tud szólni, aki a másik emberben meglátja, felismeri és elfogadja, hogy az neki Krisztusban testvére. Anániás már a pünkösd megvilágosító lelkének hordozója. Mennyivel másabb lenne ez a világ körülöttünk, ha minél többen eljutnának erre a felismerésre, s tudnának így tekinteni a másik emberre, ahogyan erre maga Jézus is tanított a hegyi beszédben. Szeressétek még ellenségeiteket is. A szavakkal elmondható dolgok után azonban látatlanul, minden külső jel nélkül, de következményeiből megítélhetően adatik a legyőzött Saul számára az a mennyei jó, amely nélkül az élete külsőleg talán csillogott, de belül koldus élet volt. Saul számára ugyanis megadatik Isten szent lelke. Ott, ahol utolér bennünket Isten véghetetlen megbocsátó kegyelme, szeretete, ott az ő ajándékai sem maradnak el. Megtörténik az egyszemélyes pünkösd. Ez az Isten jóságától irányított folyamat, lelkével közösségbe jutni, olyan titokzatos mozzanata az emberi életnek, amit semmilyen emberalkotta műszerrel nem lehet tetten érni, kimutatni. De ami ezután történik, a lélek ajándékában részesült emberi élettel, az már szemmel látható, füllel hallható és szívvel megérthető cselekedetekben ölt testet. Melyek is ezek a cselekedetek?
Saul elfogadja Jézus Krisztus vérének ajándékát, a bűnbocsánatot. Hagyja magát ennek az Úrnak követői közé számláltatni. Megkeresztelkedik. Hisz a jelenben is hatalmasan munkálkodó Istenben. A múlt emberéből a jelen és a jövő gyermeke lesz. És tudjuk, hogy miután szemének hájogja is, mint pikkelyek lehullottak, egyetlen dolgot tehet, elmegy azokhoz, akikre tegnap még a fegyver erejével készült rátörni, hogy ma már az ajándékú kapott lélek hatalmával hirdesse, a feltámadott Úr erősebbnek bizonyult, mint az ő hatalmas és hamis elszánása. Majd évekkel később a pogányok nagy apostolaként, Pál apostolként e bizonyság tétel lesz élete. Élek többé nem én, hanem él bennem a Krisztus, fogalmaz. Küldetésének legfontosabb része lesz, ami által ezrek és ezrek térnek meg, és fogadják be életükbe maguk is a megváltó Krisztust, s vele együtt a lélek ajándékát. Saul élete példája meggyőző erővel bizonyítja, hogy bár lehet egyszemélyes pünkösdje a Krisztustól utolért embernek, így nekünk is, de ez a pünkösd akkor termi meg igazán lelki gyümölcseit, ha elfogadva és befogadva a lélek ajándékát, tudunk a rajtunk és bennünk végbement változásról bizonyságot tenni mások felé is. Adja Isten, hogy minél többen részesüljünk ebben az isteni ajándékban, amiben egykor Saul és a damaszkuszi gyülekezet is részesült, aminek nyomán nem csak szavainkkal, hanem megújult életünkkel is munkáljuk mások életében Krisztus el- és befogadását. Így legyen. Amen. Most pedig fejünket meghajtva mindezért magunkban, csendben imádkozzunk. Köszönjük, Urunk, hogy imádságot meghallgató Istenünk vagy. És most az ének szavaival is válaszoljunk Isten szavára, énekeljük a 463. dicséret második versét. A 463. énekünk második verse így kezdődik: Isten élő lelke, jöjj, légy vezérem itt. Fejünket meghajtva, szívünket Istenhez emelve imádkozzunk.
Örökkévaló Istenünk, mennyei édesatyánk az Úr Jézus Krisztus által. Háladással köszönjük meg ígéd tanítását, amiből gazdagon árad felénk kegyelmes útmutatásod. Magasztalunk mindenek előtt azért, hogy előtted nincs elveszett élet, és ezért lehetünk irántad minden helyzetben és körülmények között feltétlen bizalommal, s kérhetjük a legnagyobb mélységből is a szabadítást megújító lelked ereje által. Köszönjük a pünkösdi lélek ajándékát, azt, hogy kész vagy ma is személyesen megérinteni életeket, kiválasztani, elhívni és szolgálatba állítani olyanokat is, akikről nem is gondolnánk, hogy alkalmas eszközeiddé tudnak válni. Kérünk, így törzs ki reánk szent lelkedet, s tégy mindnyájunkat áldott eszközeiddé, áldásait közvetítőivé. Így áld meg gyülekezetünk minden egyes tagját. Könyörgünk a betegekért, a testi-lelki szenvedőkért, a gyász terhét hordozókért. Különösen is imádkozunk azért a családért, aki az elmúlt héten át megszerette ravatalánál. Vigasztaló lelked adjon erőt számukra a gyász fájdalmas terheinek az elhordozásához. Imádkozunk a világjárvány mielőbbi teljes megszűnéséért. Köszönjük az ezért fáradozók munkáját, erőfeszítését, s kérjük további áldásaidat rájuk. Áldj meg minket a hétköznapok sokszor embert próbáló küzdelmeiben, hogy a tőled nyert öröm, békesség és szeretet töltse be szívünket. Egyszülött fiadért, az Úr Jézus Krisztusért kérünk, hallgasd meg imádságunkat. Amen. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Hogy mindnyájan tudjunk közös dolgainkról, hallgassuk meg a hirdetéseket. Mindenek előtt ismertetem egyházunk vezetőinek pünkösdi körlevelét. János evangéliuma 6. fejezetének 63. versével köszöntik a gyülekezeteket azok a beszédek, amelyeket én mondtam nektek, lélek és élet. Kedves testvéreink az Úrban! Jézus Krisztus beszéde Isten lelke által az életet munkája, az új és örök életet. Isten az élet Istene, aki Jézus Krisztusban legyőzte a halált, nekünk megtartatást, megváltást, minden körülmények között reménységet ajándékozott, amely a végső kiteljesedés bizonyosságában éli meg a jelen minden percét. Isten lelke Jézus Krisztus üdvözítő igéjét, szavait és tetteit teszi élővé és hatóvá bennünk, általunk pedig a világban. Isten lelke garantálja azt, hogy amit e világban, sok bajban és küzdelemben csak hitáltal ragadhatunk meg, az majdan maradéktalan teljességben a miénk lesz. Ez a reménység ad életünknek értelmet, biztos irányt, a szabadság jólétében is biztos medret. Ezért mindenkor az élet uráról, a feltámadott Jézus Krisztusról teszünk bizonyságot. Pünkösdi bizonyságtételünk közben járó könyörgés a szomorú szívűekért, gyászolókért, betegekért, mindazokért, akiket a koronavírus járvány meggyötört, azokért, akik erőfeletti szolgálatokat végeztek és végeznek a gyógyítás és a vezetés munkájában. Az idei pünkösd egyben a Magyar Református Egység napja is. A Kárpát-medencei magyar reformátusok évszázados, soha meg nem tört, hitbéli és lelki egységében könyörgünk egymásért, az újbóli személyes találkozások öröméért, és ebben az egységben könyörgünk nem csak a mieinkért, hanem mindnyájunkért, az egész világért. Isten lelke megvidámít, éltet és bátor szívet ad. Testvéri szeretettel,
valamennyi püspök, főgondnok aláírásával a Kárpát-medencei magyar reformátusok vezetése. Hirdetem, hogy gyülekezetünkben az elmúlt héten eltemettetett özvegy Nagy Gáborné született Domokos Zsófia, Petőfi Sándor utca 105 szám alatti lakos 93 éves korában. Isten vigasztaló kegyelme legyen a gyászoló családdal. Jelentem, hogy halottunk van. Dr. Pásztor Pálné született Gál Katalin, Szabó Dezső utca 32 szám alatti lakos 101 éves korában elhunyt. Temetése a Rózsa temetőben lesz, szűk családi körben. Isten vigasztaló kegyelme legyen a gyászoló szívekkel. Ma este 6 órakor a gyülekezeti teremben tartunk Isten tiszteletet. Holnap pünkös másodnapján délelőtt 1:40-től úrvacsora Isten tisztelet lesz itt a templomban, este 6 órától pedig ünnepzáró alkalmat tartunk a gyülekezeti teremben. 2 péntekig 8:45-től reggeli áhítatokat tartunk a gyülekezeti teremben, pénteken este 6 órától pedig ugyanott bibliaóra lesz. Hirdetem, hogy előzetesen felvett vasárnapi és ünnepi alkalmaink 9:40-től ezután is megtekinthetőek a Békés TV-n, majd ezt követően a Békés Matrix internetes oldalon és a Békés TV YouTube csatornáján. Ahogyan korábban is hirdettünk, a templomkert felújítására adakozást hirdettünk meg, a több mint 10 millió forintba kerülő felújításra adományainkat, vagy személyesen a gondnokhivatalban, vagy banki átutalással az Egyházközség bankszámlájára utalhatjuk át. Minden eddig beérkezett adományért ezúton is köszönetet mondunk. A Magyar Református Szeretetszolgálat Alapítványa ez évben is megszervezi tanszergyűjtő akcióját, melyel hátrányos helyzetű gyermekek családjainak szeretnének segítséget nyújtani a tanévkezdéskor. Lehetőség van tárgyi adományok gyűjtésére, illetve anyagi támogatás felajánlására is. További információk, az adományok leadása a gondnoki hivatalban történik. Az Úr legyen a gyülekezet őriző pásztora. És most a 370. énekünk harmadik versét énekeljük, majd azt követően nemzeti imádságunkat, a himnuszt. A 370. dicséret harmadik verse így kezdődik: Ó, mi édes vigasztalónk, légy kegyes megoltalmazónk.
Mindezeknek utána Istennek népe az Úr áldjon meg téged és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját te rejád és adjon néked békességet. Amen. És most úrvacsorához készülhetünk, amíg az úrvacsorai ének elhangzik, az alatt, aki szeretne otthonában úrvacsorázni, és még nem készítette elő az úrvacsorai jegyeket, megteheti, egy-egy falat kenyeret, illetve kis bort oda készítsen maga mellé. Úrvacsorára a 23. Zsoltár első verse éneklésével készülhetünk, az Úr én nékem őriző pásztorom. Istennek szent lelke, szállj le mirejánk, és vezess el minket szent igéd és sákramentumod által a Jézus Krisztussal való közösségre. Amen. Hallgassuk meg, mi módon szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus a szentséges vacsorát. Előnkbe adja ezt legbővebben Pál apostol a Korintus beliekhez írott első levele 11. fejezetében. Eképpen. Mert én az Úrtól vettem, amit néktek előtökbe is adtam. Azon az éjszakán, amelyen elárultatott, vette a kenyeret, hálákat adván megtörte és ezt mondta. Ez az én testem, mely ti érettetek megtöretik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen a poharat is vette mindekután a vacsorát volna ezt mondván, e poháram az új szövetség az én vérem által. Ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret, és isszátok-e poharat, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljön. Hallottuk az igét, szemünk előtt vannak a látható jegyek. Az Úr halálát hirdetik, és annak jótéteményét kínálják, hogy felkészítsenek minket az ő visszajövetelére. Próbáljuk meg azért magunkat, imádkozzunk, és valljuk meg bűneinket. Eképpen. Urunk, hozzád emeljük lelkünket, és téged magasztalunk, mert igaz és méltó, szent kötelességünk és boldog kiváltságunk, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk neked. Téged magasztalunk, menny és föld teremtőjét, aki az embert a magad képére és hasonlatosságára teremtetted, aki szereteteddel és hatalmaddal mindeneket fenntartasz. Dicsérünk, áldunk és magasztalunk téged, és valljuk a mennyek seregeivel, szent-szent-szent a seregeknek ura, teljes mind az egész föld az ő dicsőségével. Amen. Most pedig magunkat megalázva mondjuk el bűnvalló imádságunkat. Könyörülj rajtunk, én Istenem, a te kegyelmességed szerint, és töröld el az én bűneimet. Tiszta szívet teremts bennem,
és az erős lelket újítsd meg bennem. Amen. Bűneink megvallása után tegyünk vallást a mi hitünkről. Mondjuk el az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szent Lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt. Megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra. Harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szent Lélekben, hiszem az egyetemes Anyaszent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Bűnbánat tartásunk és hitvallást ételünk után, a szent jegyek vétele előtt feleljünk a következő kérdésekre. Hiszitek-e, hogy ebben a sákramentumban adja nekünk az Úr Jézus Krisztus a Szentlélek által bűneink bocsánatára és lelkünk örök üdvösségére az ő szent testét és vérét? Hiszem és vallom. Hiszitek-e, hogy a szent vacsora Krisztussal és az ő szent egyházával való közösségnek és a megszentelt életnek jele és pecsétje? Hiszem és vallom. Végül ígéritek-e, hogy hálából odaszánjátok magatokat élő, szent és Istennek kedves áldozatul? Ígérem és fogadom. Most azért én, mint az én Uramnak, az Úr Jézus Krisztusnak méltatlan bár, de elhívott szolgája, hirdetem néktek bűneitek bocsánatát és az örök életet, melyet bizonnyal megáld nékünk, ami Urunk Istenünk, egyszülött fiának érdeméért, ingyen való kegyelméből mindnyájunknak. Amen. Most pedig, akik magunkat méltóképpen elkészítettük, részesüljünk a szent jegyekben. A kenyér vétele előtt imádkozzuk. Uram Jézus, a megtöretett szent tested érdemében részesíts engem is, a te bűnös szolgádat. Amen. Mielőtt a bort magunkhoz vennénk, az alábbi szavakkal imádkozzunk. Uram Jézus, a te kiontatott szent véred érdemében részesíts engem is, a te szegény bűnös szolgádat. Amen. Keresztény testvéreim, így szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus az utolsó vacsorát, és benne az Úr vacsorát. Így éltek vele az apostolok, az egyházatyák, a reformátorok, hitvalló őseink, és éltünk vele Isten kegyelméből mi is. Minek előtte elbocsátanánk titeket, kérünk és intünk, hogy Isten kegyelmét hiába valóvá ne tegyétek magatokban. Most pedig emeljük fel szívünket, hajtsuk meg fejünket, imádkozzunk. Hálát adunk neked, Úrunk Istenünk, a bűnbocsánatért és az erőért, amit Krisztus megtört testének jegyeiben adtál nekünk. Hálát adunk azért az örömért, amit a szent vendégségben a feltámadottal való közösségben nyertünk. Köszönjük, hogy egy testnek tagjai vagyunk, és közös szolgálatra hívtál és küldesz bennünket. Hálát adunk a mennyek országának látomásáért, és azért az élő reménységért, hogy maga a teremtett világ is megszabadul a rothadandóságtól, az Isten fiainak dicsőséges szabadságára. Dicsőítünk téged ezért, Urunk. Amen.
Isten áldásának elfogadása előtt énekeljük a 446. énekünk első versét. A 446. dicséret első verse így kezdődik: Uram, bocsásd el népedet békével. Mindezeknek utána az Atyának kegyelme, a Fiúnak szeretete és a Szentlélek Isten közössége legyen és maradjon mindannyiunkkal. Amen. További áldott pünkösdi ünnepet kívánok minden testvéremnek. Áldás, békesség!